Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirko Ezotérikus Szabad Egyetem vezetője. Ez az Izrael-Hamasz előadásom negyedik része. Egyszer már megpróbálkoztak azzal, hogy létrehozzák a civilizációnk központját, méghozzá a szilíciumvölgyben, valahol a pusztában és mindenféle élelmiszer termesztési lehetőségek nélkül. Azonban ez nem sikerült. De most jöjjünk vissza Európába. Mindig Lengyelország volt bizonyos konfliktusoknak a forrása, amelyekből azután világháború lett. Na de miért Lengyelország? Azért, mert az izraeli nép askenázi része onnan származik. Másrészt viszont, hogyha a mitológia világát nézzük, ez magának a vallásnak az ős hazája. Lengyelország, Németország azon vidékével határos, amelyet Pomerániának hívnak. A Biblia szerint ott generálódott az a vallás, amelyet ma bibliai vallásnak, vagy ószövetségi vallásnak, vagy a Tóra vallásának hívunk. Ott jelent meg az Ószövetség és az Új Szövetség nevű írások is. Minden világháború vallások miatt keletkezett, hiszen a vallásoknak szüksége van népre, a nép pedig bizonyos területeken él. Ha megnézzük a világot, akkor a világban, ha valami áll, az megposhat. Ha valami áll, az tönkre megy, ha valami folyik, mint a folyóvíz, akkor friss, hiszen ott az oxigén állandóan keveredik és cserélődik a vízben. Különben is így van, csak itt nem a folyóvízről van szó, hanem az időről. Változnak az idők, változnak az emberek a világban. És most már eljöve egy új fajta Isten. Izraelben már évek óta várják egy bizonyos messiás eljövetelét. Ők ezt masiáknak hívják. Ez a masiák egy új vallási folyamatot kell, hogy hozzon. Egy új vízfolyást a folyó hasonlatánál maradva. Ezt az újfajta vallást nem úgy lehet elképzelni, mint az Ószövetség folytatását, vagy a keresztény vallás valamilyen folytatását, hanem egy teljesen újfajta dologként kell elképzelni, amely összeköti az új világ embereit. Ez az új vallás új kanonok alapján fog felépülni, és egy új világrend, egy új világrendszer lesz. Az emberek közti érintkezés nagyon sok principiuma meg fog változni, és teljesen új lesz. Nézzük például azt a rendszert, hogy QR kód. Nemrég van csak, de már mindenki úgy gondolja, hogy jős idők óta volt. És természetesen jól tudjuk, hogy minden emberről a világon már készültek QR kódok. És valahol őrzik őket valamilyen komputerekben. Ez természetesen egyrészt nagyon nem jó, másrészt viszont képzeljék el magukat egy pásztor helyébe, akinek őrizni kell a saját báránykáit. Tudni kell, melyik bárányka éppen merre kóborol, melyik milyen füvet eszik, melyiket kell gyógyítani, melyiket levágni, stb. Ha ezt el tudjuk képzelni, és a pásztor helyébe be tudjuk magunkat képzelni, akkor már rájöttünk, miért kellenek a QR kódok. Más kérdés, hogy nálunk csak abból lehet pásztor, aki valamelyik valláshoz tartozik, vagy az Új Szövetséghez, vagy az Ószövetséghez. Ugye az Új Szövetséghez tartoznak a zsidó vallású emberek, a Ószövetséghez tartoznak a zsidó vallású emberek, az Új Szövetséghez pedig a keresztény vallású emberek, akiknek Krisztus az Istene. A felsőbb irányító rétegek természetesen mind az Ószövetséghez tartoznak, az alattuk levők, de hozzájuk képest azért még magasan levő, meg hozzánk képest aztán főleg magasan levő rangú irányítók, azok pedig már az Új Szövetséghez tartoznak. Az állam saját magában, mint intézmény, ez egy vallási intézmény. Pont ezért a római pápa az egész világ ura, hiszen így vagy úgy figyelemmel kíséri, illetve irányítja a világot. Ugyanakkor ő saját maga az ószövetségi rendszer irányítása alatt áll, amelynek hazája ma Izrael.
Most, hogy Izraelben elkezdődött a háború, látjuk, hogy 3 hónappal az év vége előtt kezdődött el. Azért 3 hónappal előtte, mert 3 hónap bőven elegendő arra, hogy az Izraelben szükséges és megmaradó népességet, ha kell, evakuálják. De nem nagyon szeretnék, tehát igazándiból a népesség egy részének ott kellene lenni, ott kellene maradni Izraelben, akik senkinek nem kellenek, senkit nem érdekelnek, azokat pedig kierudálják. Ezek a szükségtelen emberek, akiket majd utána asszimilálnak a környező iszlám országok. Mindenki elfelejtkezik róluk, illetve hát közülük nagyon kevesen maradnak életben. Akik pedig onnan megmenekülnek, úgymond megtisztulnak, mint a II. Világháború alatt történt, azok majd megalapítják a saját új államukat. Itt már csak az a kérdés, hogy hol? Első lépésként Lengyelország fogadja be őket, de végül is az új Jeruzsálemet, vagy az új Izraelt Ukrajna déli részén fogják megcsinálni, vagy pedig a Krím-félszigeten, mint ahogy azt valaha Sztálin megígérte. Természetesen arrafelé minden kikötő, minden katonai bázis átmegy majd az új Izrael kezébe. És ezen az alapon hatalmas turizmust tudnak majd felvirágoztatni, mint ahogy ma is virágzik a turizmus a mostani Izraelben. Eddig a Vörös-tengert használták fel erre a célba, most pedig majd a Fekete-tengert fogják felhasználni. Ez az egyik létező verzió. Aztán, hogy ez meg lesz, vagy nem lesz, vagy másképp lesz, azt majd meglátjuk. Most kezdődött el a zsidók evakuálása Európába, illetve Amerikába. Az is persze benne van a pakliban, hogy Izraelből kiviszik a szükséges állampolgárokat is, és a nem szükséges állampolgárokra majd saját maguk rádobnak pár atombombát, illetve főleg azokra, akik megtámadták Izraelt. De nagyon remélem, ez az elképzelés nem válik be, és nagyon remélem, hogy valamelyik békésebb elképzelés jön majd be. Hiszen nem vagyok a háború híve, én a béke híve vagyok. Nem vagyok vallásos, nem politizálok egyáltalán, amiket önöknek mondok. Ezek mind reális tényeken alapulnak. És még egyszer, legjobb lenne természetesen a béke. Ezt kívánjuk mindannyian. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor a többit gyorsabban megkapják viszontlátásra.